Bodonyi Emőke, a Kmeti kiállítás kurátora. Itt ő mellettem Grillusz Dorka és Csőre Gábor. Fogadják őket szeretettel. És hát ott fordítottam, ami illedelmetlen dolog, Táborszky Bencének, aki zenélni fog nekünk a mai estén. Születik 1889-ben Kmeti, Babits Juhász Gyula, és egyébként az előző estünknek a témája Czóbel Béla 1883-ban. Kosztolányi 1885-ben, Tóth Árpád 86-ban, Füst Milán, akiről szó lesz, csak egy évvel előtte 1888-ban, és most csak viszonyításként, mert az előző este is annyit volt szó Picasso-ról, ugye Czóbel kapcsán, Picasso 1881-ben születik. Önmagában állunk mondjuk irodalomban, ilyenkor mindig azt mondják, hogy a nagy generáció, tehát hogy vannak olyan időszakok, amikor elképesztően sok tehetség születik, valami olyan áramlás, valami olyan érdekes korszak. Azért azt mondom, hogy ez az idő most, ha csak az évszámokat végigmondtuk, akkor talán ez igazán jellemző. Annának nagyon köszönöm ezt a névsort, hogy ilyen fontos művészeket említett meg Kmeti Jánossal kapcsolatban, hiszen tulajdonképpen összegezni is lehet a következő mondattal az ő helyét. Tehát ő ahhoz a nagy nemzedékhez tartozott, akik moderné tették a magyar művészetet és a magyar képzőművészetet. Ő, amikor elment Párizsba, ő rá nem a fóvizmus hatott, mint Czóbelre, hanem már a következő nagy avantgárd áramlott, a kubizmus. Elsőként állított ki Magyarországon kubisztikus jellegű művet. Mik azok az érzések, amiben mondjuk más volt, mint a kortársai? Vagy mi az a jellemző, mi az talán az a fogalom még, amit lehetne Kmetihez kapcsolni így az elején? Akkor rögtön elmondom, hogy én mit gondolok Kmeti Jánosról, illetve mi volt az érzés, amit folyamatosan éreztem, mikor a Kmeti János művészetével elkezdtem foglalkozni. Az, hogy van az egész emberen és az egész művészetén egy nagyon furcsa páncél. És az, aki meg akarja érteni Kmeti János művészetét, vagy őt, mint embert, akkor mögé kell látni a páncélnak. Kmeti János önmagamról 1922. Ha magamról kell írni, mindig zavarba jutok, mert mondani valunk tulajdonképpen csak arról van, amit a jövőben akarok a magaménak látni. Ami volt, a tanulás és az azt megelőző áhítat, küzdelem a reális élettel, és küzdelem a szellemi élettel. Híd, amelyen keresztül el kell jutnom önmagamhoz. Híd, amelyet az intuitív ösztön az intellektualitásokból épít, hogy átjuthasson a túlsó partra, az ígéret földjére, a műalkotásokhoz. Talán már merész is vagyok, s nagyhangú szavakkal mondok véleményt az útról, de ha arról van szó, nem is szeretek másként beszélni. Hitvallás ez. A képzőművész hitvallás, amelyet nem szabad észszerű indoklásokkal göröngyösíteni. Nem szabad azért sem, mert az út csak a célban, az odavaló eljutásban igazolódhatik. Nem merném megmutatni az utat előre senkinek, mert az út önmagában nem érték. Ha jó helyen állok, akkor jó az út, ami mögöttem van, de nem bizonyos a jósága annak, ami előttem a jövendőben van. Mindezt csak azért mondom, hogy kicsit megvilágítsam a jelen helyzetemet a múlttal és az eljövendővel szemben. Itt állok az időm közepén. Hitem teljes virágzásában. S merem mondani, az utam fárasztó volt, de megtettem, s merem mondani, az utamat meg fogom tenni. A titka az élet titka. A hit, amely nélkül nincs művészet, s nincs beteljesülés. Jó, tehát azért itt lehet látni, hogy egyszerre ugye az útfogalom központi volt, és egyszerre tekint előre, jelen, múlt, jövő, mindent egyszerre lát. Ehhez képest azért izgalmas lesz a 72 éves korában, tehát az idősebb korában írt szöveg. Festő voltam és vagyok, annak minden követelménye szerint. Élményeim a pályám rögös útjain elsősorban a festő élményei. Túl az élet érzelmi és értelmi festményein, eseményein, a festő ember
hittel és csalódásokkal jobban telve, mint a polgár. Ugye Kosztolányit már említettem, egy olyan versét hoztuk, a jó életet, amit ha nem is 33 évesen, de 28 évesen írt, tehát körülbelül ugyanott volt, ugyanannyi idős volt, mint Kmeti, és ebbe a versbe ő akkor 28 évesen írja le az élethez, az élet jó és rossz ingereihez, érzéseihez kapcsolódó belső intuícióit. A jó élet. Én csüggett lelkem, én csüggett szívem, daloljatok és mondjátok, igen. Hurrázzatok a nyári hajnalon, ne hagyjatok ködökbe hajlanom. Korán keltem, fölhúztam a rolót, a nyári nappal együtt lángolok. Most kikiáltom, élni, élni szép, boldog, aki él, s boldog, aki lép. Boldog a táncos és a sánta is, az élet jó, még ő iránta is. Mert minden jó, éhezni s enni jó, áldott az éhség, s áldott a cipó. Szomjazni is jó, s ha a fény zizeg, meginni egy pohár jeges vizet. Fürödni, úszni, míg erőn kitart. Elszívni a dívánon egy szivart. Ó, július, aranyos ködök, torzult ajakkal tüzet gügyögök. A vörös nyár zugásra bátorít, én élet atlétája állok itt. Szaladni tudnék, nem tudom hová, szeretnék élni végtelen soká. 100 évig, még a testem megtörik, szeretnék élni, élni örökig. Az arcom mostan csupa-csupa fény, az Isten karjaiba szálltam én. Mint egykor anyám köténye alá, és úgy tekintek, félve, bízva rá. Én jó vagyok, ezrek jósága tölt, más vágyam nincs, tartson soká a föld. Jó emberek, ezt kéri társatok, csak talpalatnyi földet adjatok. A végtelenben egy kicsi helyet, hol meghúzódhatom, és élhetek. Tehát ez egy 1913-as vers volt, egészen máshogy szól az életről és az útonlevésről, de Kosztolányi is úton volt, és nagyon sok minden volt még előtte. Én arra gondoltam, hogy talán itt az első részben mindenképpen említsük a barátokat. Tehát már felhoztunk kapcsolódásokat, de aki az egyik legfontosabb szereplő volt Kmeti életében, az én szemüvegem keresztül mindenképpen, az Kassák Lajos. Kassák Lajos műteremlátogatás Kmeti Jánosnál, Magyar Nemzet, 1941. november 16. Valahol a 6. vagy talán a 7. emeleten, egy vonalban a padlással, ott, ahol már nincs tovább, nyílik egy ajtó Kmeti János műtermére. Kerek, nagy toronyszoba, sok ablakkal, kőpadlózattal, szétválasztott deszkafallal és függönyökes, mögöttük egy kisebb része, amit nevezünk társalgónak. Mint egy a világ hétköznapi zajlása fölött lebeg a műterem, s benne él és dolgozik gazdája, látszatra minden külső vonatkozástól elfalazottan, akár egy szerzetes. Vagy akár egy munkás, amolyan bányászféle, aki követ tör, roppant súlyokat emel, és egyre mélyebben ássa magát az ismeretlenbe, ahonnan valami értékes dolgot szeretne előkaparni. Állandóan munkában van, nem azért, mintha eddig még nem bukkant volna rá semmi érdekes vagy érdemesre, hanem azért, mert mindannál, amit eddig talált, még jelentősebbet szeretne a napvilágra hozni. Kommentálhatod el őket, de én is mondhatom. Tehát ez egy 1941-es idézet, de igazából már a 10-es évek végén kapcsolatba kerül Kassák Lajos Kmeti Jánossal. Betiltották a folyóiratát, a Tettet jelen esetben, utána rögtön szervezett egy másik folyóiratot, és ez volt a Ma. És ez egy olyan avantgárd szellemiségű folyóirat volt, amiben olyan művészeket hívott meg, akik az avantgárdot propagálták, képviselték, közvetítették a nyilvánosság felé, és hogyha valaki bekerült ebbe a folyóiratba, mint például ezen a címlapon Kmeti Jánosnak az egyik rajza van, az egészen biztos, hogy egy elismert, a Kassák szemében egy elismert avantgárd művész volt. Azt azonban tudni kell, hogy Kassák 1917-ben, tehát ahogy egy évvel korábban, hogy megjelent ez a Tett, bírálta Kmetit, mert túlságosan száraznak, csontvásszerűnek tartotta a festményeit. És írta is, hogyha ő ezen az úton halad tovább, akkor az nem vezet sehova. De ennek ellenére élete végéig tisztelték egymást, és
Most elhoztam egy olyan könyvet, Kassák Lajosnak a Szombat este új verset, ami a Kmetté János hagyatékából származik, és úgy került a múzeumba, és gyönyörű szép dedikáció található Kmettéknek, jó barátsággal, Kassák Lajos. Kmetté János. Egyik legjelentékenyebbje mai festőművészeinknek. Sokat dolgozik, de nem produkál annyit, hogy a műkereskedelem számára is jusson belőle. Egyáltalán nem sztár típus. Képeire mesterség szempontból nem az ecsvungra való megfestés, hanem az inspiráció érettsége és gondos megmunkálása a jellemző. Fejlődésvonala nagyobb kilengések nélküli. Egységesnek és folyton emelkedő tendenciájúnak mondható. Roppant tiszta és rendszerető ember. Műtermében mindennek megvan a helye, és minden a helyén van. A bohémségnek semmi nyoma körülötte. Ablakai és a padlója tiszták, festékei és ecsetei olyan rendben tartottak, mint az igazi míves ember eszközei. Most itt ülök egy dobogón, szemben a festőállványjal, melyre Kmetté egymás után emeli fel új képeit. Mindegyiket gondosan beleilleszti a keretbe, aztán szó nélkül félreáll, de olyan mozdulattal, mintha hangtalanul benne lenne. Tessék, szólj hozzá. Legalább elárulod kritikusi judíciumodat. Ülök és nézem a felvonuló mélyzöldbe, mélyszürkébe és mélykékbe fogamzott tájakat, amelyek fölött zsíros, barna árnyalatok lebegnek. Olajfestmények, s valóban ennek a tartalmas, életdús anyagnak jellegzetessége... Ezt még egyszer elmondom. Olajfestmények, s valóban ennek a tartalmas, életdús anyagnak jellegzetessége szerint megoldva. Ennek a festőnek fogalma van róla, hogy mit miért csinál, s mit hogyan dolgozzon meg. Kmetté ismer annyira, hogy tudja, milyen nyugtalan és nyugtalanító természet vagyok. Többször is felén fordítja arcát, egyre észrevehetőbb kíváncsisággal. Szép. Mondom. Ez is szép. Úgy érzem, sokkal jobb formában van, mint az előbbi periódusában. Úgy vélem, és nem hiszem, hogy tévednék. Lehet, feleli rá. Az ember mindig előről kezdi a dolgot. Hallgatunk, és mintha meg lennénk egymással elégedve. Egyébként nekem nagyon izgalmas volt továbbolvasni ezt a szöveget is, hogyha van kedvük, rá lehet keresni az interneten, ugye műterem látogatás Kmetté Jánosnál, és el lehet olvasni a teljes szöveget, mert ez a párbeszéd is folytatódik, és tényleg nagyon-nagyon érdekes, főleg abból a szemből, amit most Emőke már mondott is, tehát, hogy magába zárkózó ember nehezen talál kapcsolatot, itt mégis, nem csak a szavakon múlik, de azért itt egy nagy összekapcsolódás volt Kassák Lajossal, én úgy vélem, amit tényleg egy-egy szóból is, egymásra reflektálásból adódik. De hogyha nézzünk egy másik embert, például Kárpáti Aurél írót, ő azt hiszem, hogy azt mondta, majd mindjárt halljuk az idézetbe, tőle azt emeltem ki, ami benne maradt, hogy igazságkereső volt Kmetté János. Kárpáti Aurélról tudni kell, hogy többek között a nyugatkritikusa volt, és nem csak képzőművészettel, hanem színházzal és irodalommal is foglalkozott, és ő sosem akart egy ilyen kritikai tárgyalagossággal megközelíteni műalkotásokat. Ő vissza akarta adni azt az élményt, ami keletkezett benne, amikor megtalálkozott egy műalkotással. És ezért annyira érdekes és színes az a leírás, amit mindjárt hallani fogunk, és egyébként minden Kmetté Jánost megközelítő méltatás abban is megegyezik, hogy mindegyik próbálja a külső jegyeket is megragadni a művészben. Kárpáti Aurél, Kmetté János művészete, 1937. 48 éves múlt, de szikár termete és friss mozgása kevesebbet mutat. Tekintete épp oly határozott, mint beszéde. Egész lényéből hűvös józanság, racionalista biztonság árad. Valami olyan puritánsággal határos egyszerűség és tömörség, amely saját művészetére emlékeztet. Mint a piktúrájának legjellemzőbb vonásai kelnének életre személyében. Legfőbb szenvedélye az igazságkeresés. Önmagával szemben a legkomolyabb igényeket támasztja. Írtózik minden könnyelmű, vagy éppen könnyű kalandtól.
A felelősségteljes, nehéz munka teljes vállalását művészi becsületügynek tekinti. 2 évtizede, mióta ismerem, mindig ilyennek láttam. És mindig úgy éreztem, hogy ez a moralista szigor, bölcs nyugalom és önmegtartóztatás tulajdonképpen védekezés nála. Keménysége pajzs, a hangulati ellágyulás, a lelke mélyén lefolytott líraiság kitörése ellen. Mint Odüsszeusz, és oda kötözte magát az árbóchoz, nehogy engedjen a kísértő szirének csábos énekének. Hát azért ezek nagyon erős képek voltak, én azt gondolom. A két barát, Kárpáti Aurél és Kassák Lajos után, most azt terveztük Emőkével, hogy menjünk végig az életúton. Nagyon izgalmas periódusok lesznek. Ugye emlékeznek, a Cóbelnál volt egy nagyon erős párizsi rész, ezért Párizs itt is meg fog most jelenni, zenében is, szövegben is, felolvasásban is. De kezdjük a családot. Születtem 1889. december 23-án Miskolcon. Szüleim szegények voltak, s hogy a szegénység beteljesüljön, 6 hónapos koromban édesatyám meghalt. És így őrá nem is emlékszem. Édesanyám 5 orgonasíppal maradt az élet közepén, s én a legkisebb 6 hónapos. Anyám 48-as ellenzéki érzelmű volt, Petőfi rajongó. Mint jómódú iparos család gyermeke igyekezett a kispolgári helyzetet fenntartani. 2 szobás lakás, szalongarnitúra, vitrina, porcelánok voltak a kellékek. Édesanyám az egész életemben s lelkivilágomban nagy szerepet játszott, s ma is bennem él, mint a szeretet megtestesülése. Kicsiny koromra csak képekben emlékszem, s anyámhoz való szeretetem egy-egy vonására. Látom a nagy udvaros házat, az eperfát, amelyet ma is írtónagynak hiszek, látom a létrát a padlásajtónak döntve, látom a tavaszi napsütést a házunk falán, és emlékszem az örömre, amivel a napsugár látása s anyám hangja töltött el 5 éves koromban. Emlékszem a csodálatra, amelyet bátyám iránt éreztem, aki lerajzolt. Látom magam, amint kis József Simon Juditját szavalom 6 éves koromban. Emlékszem a sok húsvéti süteményre, s édesanyám szeretetére, mely folyton bennem élt, és sokszor ok nélkül örömkönnyeket adott, ha egyedül voltam. Anyám örökségét elárvelezték. Már idegen házban, más utcában lakunk, más fiúkkal. 3. elemista koromban karikát hajtva jártunk eperfás udvaronkon. De húsvétkor bukás volt a kiskönyvbe írva. Nagy elkeseredéssel a nyáról ismert úton a Sajóhoz mentem a Vágóhíd mellé. A vízparton az örvénylő folyam megijesztett. Öngyilkos szándékaim hamar lehűltek. Este volt, mire visszatértem, már kerestek persze, én sírtam, anyám is sírva ölelt. Anyám engem és a többi gyermekét soha nem verte, pedig sokszor voltam arra érdemes. Egy ízben, kötén zsebéből kiloptam talán 10 krajcár cukorra, de látva anyám gondolteli arcát, visszaloptam. Soha többet hasonlót nem tettem, 8 éves voltam akkor. 14 éves koromban kezdtem rajzolni, és édesanyám s bátyám a család fenntartó örömmel tanítattak. 15 éves koromtól kezdődik életem második kora. Ebben az időben olvastam Dosztojevszki Bűn és bűhődését, amely nagy lelki megrázkódtatást okozott bennem. Ekkor hallok először szociális témákról, tudományokról, és a világképe megváltozott számomra. Gondolkozóba ejtett az élet és a művészet. 5 esztendő telik el úgy szóval 2 vonalban. Egyik a kötelesség mások iránt, másik az önmagam élete. Münchenbe akartam menni, azonban mesterem okos tanácsos édesanyám iránt érzett szeretetem visszatartott, de a kocka már ekkor el volt vetve. Én festő akartam lenni. Felhagytam a szavalásaimmal, és lemondtam színészi vágyaimról. Ahol képet lehetett látni, oda elmentem. Ha könyvet lehetett elolvasni, elolvastam. De könyvmoly sosem voltam, és egyetlen igazi élvezetem a folyópart, a domboldal volt. Lassan a könyv és reprodukciók révén megismerkedtem a magyar és francia művészekkel, és 17 éves koromban tudomásom volt Monetről, Gauguinről, a francia impressionizmusról.
Ekkor Halász Radil Elemér ismét tanított egy fél évig rajzolni és festeni, és én festő voltam, és el is voltam ragadtatva a jövendőtől. Az én művészi hajlamom már elkötelezett. A diákvitákban pedig a kereskedelmi iskola tanárainak a szociális nézetei formálták a serdülő diákokat, engem is. Nyitott szemmel kezdtük látni szociális helyzetünket, az ország gazdasági és politikai helyzetét. A monarchiát nem imádtuk. A felnőtt vélemény önérzetet adott. Az impresszionisták hívei lettünk, forrongtunk a műcsarnok ellen. Én, az egykori miskolci bukott kis diák, 6 év alatt rendes tanuló, érettségizett fiatal, komoly ember, festészetre elszánt ifjú lettem. 18 éves koromban belemarkolt a halál a családunkba, s fél év alatt elhalt nővérem, 20 évvel menyasszonysággal. S meghalt legidősebb bátyám, a család fenntartó, ifjúsága derekán. A család összetöréses, édesanyám csendes fájdalma mély hatással volt rám, s megértettem, hogy az élettől nem sok jót várhatok, s elhatalmasodott rajtam még jobban a művészet utáni vágy. Ugye Budapestre költözik, és nagyon-nagyon jó társaságba kerül. Egyrészt nagyon korán megismerkedik Bálint Aladárral, aki a Nyugat kritikusa volt, és itt egy kicsit ugrálni fogok az időben, mert 1914-ben, tehát miután ő három évvel azután, hogy hazajön Párizsból, akkor megjelenik az első rajza a Nyugatban. Ez a rajza jelenik meg a Nyugatban, és ez egy óriási dolog volt. Hát ugye hallottuk azt, hogy Ady Kosztolányi Babits volt a kedvenc költője. És oda kerül melléjük a Nyugat lapjaiban. És ennek aztán lesz még folytatása, mert a Nyugatban számos műkritika jelenik meg majd a későbbiekben is a művészetéről. Tehát a Bálint Aladár az a nagy patronálója volt, és ő ajánlotta be egy másik, szintén nagybányai iskolázottságú mesterhez, Szabja Frisau Ferenchez. És ami még nagyon érdekes a Budapestre érkezésekor, hogy ő bekerül az Epres kertbe. Tehát az Epres kertben volt Ferenczi Károlynak egy esti tanfolyama, és ott olyan fiatal művész növendékekkel találkozott, akikkel életre szóló barátságot kötött, sőt bizonyos művészeti fórumokon, kiállításokon együtt jelentek meg. Tehát az Epres kertben járt például a Diener Dénes Rudolf, vagy a Erős Andor, vagy a Dobrovics Péter, és ők, még 4 másik művésszel együtt, megalakították a fiatalok, vagy más néven a Hetek művészcsoportot. A Heteket a művészetkritikusok aggasztották rájuk a 8-ak mintájára, de a Hetek nem tudtak annyira erős művészcsoportosulássá válni, viszont az volt az elképzelésük, hogy a kubizmus tanulságaival egy új monumentális művészetet hozzanak létre, és ez a kép, ez az aranykor, ez például ennek a szellemében készült az 1910-es évek második felében, és szintén az Epres kertben találkozik és barátkozik össze Nemes Lampért Józseffel, akivel közösen rajzolják meg ezt a tanácsköztársaság idején, ezt a B című toborzó plakátot. 19 esztendővel, érettségivel és 20 forinttal Budapestre jöttem, rajongó hittel a művészet iránt, és egy adag bölcsességgel az élettel szemben. Bár fájdalmas volt elhagyni anyámat, aki szerető aggodalommal engedett álmai legszebbje a művészet elé, de én eljöttem volna akkor is, ha gyalog kellett volna jönnöm éhezve. Óriási vágyal és hittel voltam telítve. Budapesten 2 év alatt sokat tanultam, de épp ez inspirált arra, hogy még többet tanuljak, s hajszolt a tanulási vágy célja Párizs felé. Itthon ismertem a magyarokat, ismertem nagybánya szellemét, bejárogattam az akadémiára a barátaimhoz. Állandóan jártam Szabja Frisau Ferenchez. Tőle ismertem meg, bár távolról Hollósi szellemét. A nagybányaiak voltak itthoni kedvenceink. Legkedvesebb költőink Ady, Kosztolányi, Babits és a nyugatosok. Mindent igyekeztem megérteni, azonban tudtam, hogy eligazodni csak önmagamtól lehet. Megértésem is oda irányult mindig, hogy másoknak is a szellemét fogjam föl, s ne a formáját csupán. Elértem hát a reményemet, pesti lakos lettem.
90 korona havi fizetéssel és sok szabadidővel. Protekció és szerencse is kellett ehhez. Már 1909 nyarán szabadságon voltam otthon anyáméknál, akik örültek, hogy nem züllöttem el, de az állásomat nem tekintették igazán állami rangúnak, nyugdíjasnak. Nékem megfelelt, mert tanulhattam festeni is, volt alkalma múzeumokba járni, és lassan egy fiatal festőtársaság tagja lettem, szüntelen vitázva a modern mesterek műveiről, Cézárról, Manéről, a franciákról és a modern művészetekről. Igen, hát elhangzott, hogy mennyire megszerette a nyolcaknak a művészetét. Tehát ugye látnunk kell ezeket a stádiumokat, hogy először az impresszionizmus volt a célkitűzése, és utána a nyolcaknak a három kiállítása óriási hatással volt rá, és meg akarta keresni a forrást, és ezért utazik Párizsba. Auguste Pellerin volt ez a műgyűjtő, aki bal oldalon látható, és Matisse két portrét is készített róla, és a gyűjteményébe tartozó Cézanne fürdőzőket pedig külön kiemeli Kmetté János a visszaemlékezésében. És mennyi volt egyébként ez? 6 hónap, ugye? Ami egész életére hatása volt? Hát ugye két hónapot tervezett, aztán 6 hónap lett, de hazafele már gyalog jött Párizsból. 1911. januárjában Párizsba utaztam. Fivérem adott egy téli kabátot és egy csíkos nadrágot. Ő akkor Pesten lakott, mint tanfolyamra küldött tisztjelölt. Diner búcsúztatott 100 cigarettával. Münchenben sör és virsli, másnap délben Párizs. 22 éves voltam, és az ígéret földjén. Minden barátságosan kezdődött. Én vettem egy térképet az utcákkal, terekkel, főbb épületekkel. Párizs nekem nem utazást jelentett, hanem a vágyaim és festőélményeim igazolását. Megnéztem mindent, amit csak látni lehetett. És egyebet se tettem, csak néztem, hogy valóban lássak, és lassan megláttam a fonalat a legrégebbi művészektől a legújabbakig. Fonalat, amely minden idők művészetének lényege, bármely formai megjelenésű legyen is az. Bővebben azonban csak az impresszionizmussal és az utána következő lehetőségekkel s festőkkel foglalkoztam, és a múltból azokkal a mesterekkel, akiknek egyenes vonalban van vonatkozása a modern festészethez. Az impresszionizmustól Cézannig, és onnan a kubizmusig, Picasso művészetéig csak lassú megértéssel jutottam el, és mint festő sohasem utánoztam egyik mestert sem, hanem a szellemét tettem magamévá, és annak igazolását kerestem. Hazatértem. Pesten voltam. Volt a zsebemben 6 krajcár, a kezemben kis csomag, rajtam nagy gallér, nagy kalap. A szakál, a haj, párizsi még. Koldus öltözet, kölcsön gallér és kalap, de a szellemi csomagom, amit Párizsból magamban is magammal hoztam, egy életre való volt, és ma sem fogyott ki. Új természetszemléletet jelentett ez, új ábrázolási módszert, a kubizmust. Tehát, hogy az avantgárd művészettel kapcsolatban mi mindig azt szoktuk mondani, hogy rombol és úgy épít újat, de a Kmetté Jánosnál a hagyományt és a múltat, a hagyományt és a múltat felvállaló művészeti arszpoétika fogalmazódik itt meg, és például Tintorettóban vagy El Grecóban ő megtalálja az expresszionizmusnak az előzményét. Tehát egyenes vonalat lát a két korszak, illetve a két kifejezésmód között, és igazából ő is próbálkozik egy olyannal, hogy elővesz egy El Greco képet és a kompozíció sémáját, ráteszi a saját képére, de miközben teljesen új és kubisztikus jellegű formaalakításban fogalmazza meg a figurákat. Thank you.
Kárpáti Aurél Kmeti János művészete, 1937. Kmeti János egy negyed század előtt, mint egészen fiatal ember, elsőnek szólította meg a magyar kubizmus akkor még dadogó formanyelvét. Ez a közvetítő és úttörő szerepe immár művészettörténeti jelentőségű. Az a munka, amelyet azóta végzett, nem csak saját képességeit segítette kibontakozáshoz, hanem komolyságával, példaadó erejével, törhetetlen hitével és páratlan becsületességével termékenyítően hatott a mai magyar művészet alakulására. Na most ugye itt 11-es dátum van, most mindjárt áttérünk 14-re, és van egy ilyen mondat, ami megragad bennem, hogy katona nem voltam, de megnősültem. Csak én nem találtam, vagy tényleg nincsen anyag a szerelemről és a házasságról? Hát, annyi van, amennyit elmondtál, hogy katona voltam, vagyis katona nem voltam, és megnősültem. Ennyi. És tényleg egyszerűen nem nyilatkozik arról sem, és hát Bloch Elza volt a felesége, akiről itt látható egy portréfotó, és a családi tragédia, hogy miszerint volt egy közös gyerekük, aki 2 évesen meghalt, erről sem beszél, csak annyit ír az önéletírásában, hogy a családi tragédia is megtört. De annak ellenére, hogy ennyire szűkszavú, azért van egy festmény, amit a feleségéről festett, és ott hát most ez így nem látszik messziről, de higgyék el nekem, hogy a képnek az alsó sarkában van egy lírai megnyilvánulás, hogy az én fekete hajú király kisasszonyomnak. Tehát ez a legtöbb, amit így lírai módon említ a feleségéről, viszont megfesti többször is. És eléggé furcsa módon, hát tehát a baloldali kép az a feleségét ábrázolja, és valahogy egy kicsit olyan stílusban, ahogy Czóbel Béla megfestettek Enstok Károlynak a feleségét, aki miután meglátta a képet, azt mondta, hogy nem veszi át. És ez egy nagyon érdekes ez a portréfestészet, mert amikor Picasso megfestette Gertrude Steinnak a portréját, ő is azt mondta, hogy ő nem ilyen. És 10 év múlva rájött, hogy de, ilyen vagyok. Mert a 20. századi portréfestészetben már sokkal inkább ugye a belső lényeget próbálják megragadni, a belső tulajdonságokat. És feltételezhető, hogy az a nagyon híres nőpohárral, azt is a felesége inspirálta, 20-ban kezdett el a részkarccal foglalkozni, és ebben a műfajon belül ő tulajdonképpen fokozatosan elkezd szakadni a sokalakos biblikus kompozícióktól, ami az ő 10-es évek második felében készített műveit jellemzi, és tulajdonképpen itt van egy történelmi fordulat is, ugye 1919-ben leverik a Magyar Tanácsköztársaságot, amiben a művészeti életében ő is tevékenyen részt vesz, illetve ugye az első világháború veszteseként kikerül Magyarország, hatalmas gazdasági válság van, és a részkarc egy olyan grafikai lap, amit viszonylag olcsón el lehet adni, viszont más vonatkozásban Kmeti János művészetében ezen a műfajon belül tetten érhető, hogy hogyan kezd el lecsendesedni, intimebb témákat választani, egészen pontosan a tájképet, a csendeletet és a portrét, de annak ellenére, hogy tulajdonképpen ő egy belső emigrációban él és dolgozik, részt vesz a művészeti életnek a szervezési munkáiban, és ő lesz az 1924-ben megalakított progresszív művészcsoportosulásnak, a képzőművészek új társaságának az egyik alapító tagja, illetve az egyik legagilisebb szervezője, és ezt a kútbeli tevékenységét jelképezi az a csendélet, amit oda betettem, ez egy csendélet kút folyóirattal. A beszélgetésünknek az utolsó fejezete a tanárról szól, a tanítóról, és az én személyes élményem, amivel rögtön most fogunk találkozni, az Nagy Lászlón keresztül érkezett Kmetihez. Ha jól tudom, 46-tól tanított Kmeti a képzőművészeti főiskolán. Ugye Nagy László 25-ben született, fiatalon ugye tudjuk, hogy képzőművészként indult. Egyébként ez a képzőművészetre való nem is csak vágy, hanem hajlam, ez egész életében megmaradt. Számos képét ismerjük egyébként Nagy Lászlónak, ezek nagyon-nagyon szép képek. Van, ami lovaskocsit ábrázol, de több mindennel, és ezekkel a képekkel és képiséggel, meg ugye a verseiből is találkozhatunk, átadom a szót. Nagy László. Ősszel átmentem a képzőművészetire festőnek, Kmeti mesterhez.
Létrehoztuk ekkora a képzőművész kollégiumot. Segített Dési Huberné és Beck Judit. Karácsonyra megjelent 7 versem az akkori valóságban. A tiszteletdíjból öcsémnek vettem téli kabátot. Az Ágistán, ugye? Nagyon érdekes. Fél évkor 25 forint tandíjat kellett volna fizetnem, inkább nem jártam főiskolára. Inkább a kollégium műtermében rajzoltam a 16 éves fagylaltos Erzsike aktját. Betty papa üzent, menjek vissza. Kifizette helyettem a tandíjat. Meghatódtam, és illendőségből hónapokig jártam a keze alá. És akkor most jön az utolsó gyönyörű szép visszaemlékezés Klimó Károlytól. Olyan áttetsző volt öreg korában ez a tiszta ember, mint a tiszta szó. Mindig kerülte az érzelmes megnyilvánulások romantikus gesztusait. Ha csak tehette, leplezte érzelmeit. Meleg szívűsége finom és szemérmes módon jutott kifejezésre. Korai műveiben még a szociális gondolat, a biblikus kompozíciós forma a teljes ember eszményét állította középpontba. Azóta megtanultuk, hogy nincs teljes ember, és nem is lesz soha. Háborúk, lágerek, halottak milliói, a történelem nagy szakembereinek uralkodása új konzekvenciához vezetett sok művészt. Így történt Metti Jánossal is. A közösségi eszmék konok személyes etikává szublimálódtak. A nagyszabású figurális kompozíciókat felváltotta az egyszerű tárgyak bensőséges világa, az önac képek sora, a szomorú tisztánlátás manifestumai. Mély felismerései objektivitáshoz vezették, de nem rendítették meg hitét a művészi munkában. Csinálni kell, mondta gyakran. Utolsó szentendrei találkozásunkra így emlékszem. Súlyos betegségek, kórházban töltött hónapok után ismét Szentendrén volt. Apró, fehér szakálú aggastyánnál lett, csak szemében ült a régi konokság. Látogatóktól ingerülté vált, segítséget nem fogadott el. Hősiesen ellátta magát. Nem tűrte a vigasztalást. Felkereste Kondor Bélát, búcsúzni ment, nem sejtve, hogy Kondor megelőzi őt. Bekopogott hozzám is, felmennék-e vele a városba. Békés, napsütéses idő volt. Végig jártatta tekintetét a háztetőkön, a mögöttük megcsillanó Dunán. Amint elfordultunk, hatalmas toronydaruk, leendő lakótelepek, a sietős jövő képe. Tudtam, a végső búcsúnak vagyok tanúja. Megindultságomban kerültem a tekintetét. Ma sem tudok beszélni erről. Mit mondhatnának ügyetlen szavaim? Talán a költő. Így kezdi Füst Milán Este van című versét. Mire rám mutatnál, nem vagyok. Füst Milán Este van. Mire rám mutatnál, nem vagyok. Akár a csillag, mely lefut a tétovák előtt, olyan volt életem. Oly hamari volt csak ugyanoly gyors és hebehúrgya ez a lét. Bizony, én el sem tudom hinni, hogy a kuszaság, e hegyén, hátán, benném tornyosuló összevisszaság most nyugalomra tér. És elrendeződik-e? Felej rá, hogyha tudsz. Nagy évben esteledik körülöttem mindenütt, az ég is tágul, gömbölyűbb a föld, és mi apró cseprő volt felszivatik, és egyetlen hang dong, hogy este van. És egy új mutat az ég felé, hogy ott az én utam mégiscsak ott, mert jóval ég. Mert rossz nem tudtam lenni, amon nagy parancsokat nem törtem meg, ha ingadoztam is. Így volt-e mond? Felej rá, hogyha tudsz. És a borús ég is meghasad vigasztalásomul. Egy kis derű is lám, mégiscsak jut nekem. A messzességben ott, hol domborul a csendes óceán, és mint óriás cet csillog a tengerháta, ott képzellek el zöld sziget és zöld árnyékait, hol többé semmi sincs. Ott ferdén fordul el a föld a semmiség felé,
vigyél el még oda. Még hazát is találok ott a vég előtt én hontalan. Jöttöm hírire tán, akiről álmodék elém befut. Már várnak ott, s ez jól esik. Így lesz-e, mond. Felejj rá, hogyha tudsz.